Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, május 29-én. Ezen a napon a szívügyi dolgok állnak a középpontban. Természetesen szerelemről, párkapcsolatról van szó, de arról is, hogy mi az, amit mi kedvelünk. Az lehet a hivatásunk, a család, a művészetek, vagy a sport. Valami, ami számunkra kedvező, valami, ami bennünket boldoggá tesz. A férfiak nehézségek előtt állnak, és ezeket a nehézségeket meg kell oldani. Vannak olyan férfiak, akik ezt megteszik. De vannak olyanok is, akik elfutnak a nehézségektől. És mi hölgyek, most az kell, hogy diplomatikusan kezeljük a dolgokat. Vannak témák, amit meg kellene, hogy beszéljünk. Viszont, ha ő ezt nem akarja hallani, akkor jobb lenne, ha mi csendben maradnánk. Ki? Hogy veszi a kezébe a dolgokat, ezt mindenkinek magának kell tudnia, viszont az jó lenne, ha figyelnénk a belső hangunkra, és ha megőriznénk a belső nyugalmunkat és kiegyensúlyozottságunkat. Ennek ellenére megvan ahhoz az erőnk, hogy valamit rendezzünk most az életünkben. Viszont, ha bírósági dolgokról van szó, akkor a következő napokban, hetekben nem lehet tudni, hogy mi várható. Valaki visszatér az életünkbe a múltból, nem a következő napokban, ez eltarthat hetekig is. Vagy jönnek az emlékek. Ezeknél a kapcsolatoknál és emlékeknél vannak kármikus témáink, amit mi a közeljövőben megoldunk. És ez volt a felvételem, Mizó is, május 29-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!